A tavaszra sportosan készülők diétával és intenzív edzésprogrammal igyekeznek formába lendülni. A rendszeres testmozgás mindig jó és persze hasznos, de mire érdemes odafigyelni annak érdekében, hogy a tavaszi edzés tényleg hatékony legyen, és a program végére valóban el is érjük a kitűzött célokat. Erről beszélgetek most önnek, Erlászló személyi edzővel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Nos, hát igen, kezd, kezd, hogy úgy mondjam, meleg lenni a helyzet, mert melegszik az idő, egyre több ruhadarab kerül le rólunk, nem csak nőkről, férfiakról is, és, és, hát ilyenkor derülnek ki a szörnyűségek, ugye, hogy mi történt, mondjuk karácsony és szilveszter között, és azóta is mi történik, hogy raktároztunk, és mi mindent raktároztunk, hány pánikszerűen mondjuk így a tornatermekben landoló alanyjal találkozol a hétköznapokon, hogy Úristen, csináljunk valamit! Az az igazság, hogy ez hullámokban tör az emberekre. Elsősorban így karácsony utáni időszak, akkor megvárják az újévi kezdést, akkor megvan a lendület, még frissen, újonnan... Az el, első az fogadalmak, remben, ugye? Az így, első újévi fogadalmak. Pontosan így, de ez, ez a mai napra már azért kezd lecsöngeni. Tehát azért így február, vége, március elején itt van egy pici holt időszak, aztán majd nyár közelettével egyre többen... Eddig az tartott az, tervike. első lendület, most általában abba hagyják. Most van egy ugye? volt időszak, és most kezdődik majd az új újra. Igen, igen. Aha. És egyébként, ha pedig valóban ennyire, ennyire szezonálisan már érzékelhető ez a fajta szándék, hogy ki mikor érzi ennek a, az eljövetelét, akkor, akkor mi, mi hozható össze mondjuk ez alatt az egységnyi idő alatt, egységnyi idők alatt. Tehát történetesen valóban az új újévi kezdéstől mostanig aki eddig mondjuk azt mondta, hogy valamit fogok csinálni rendszeresen, azon látszik-e már, vagy éppen azért veszíti a kedvét el, mert hogy nem történt igazából olyan olyan látható változás, ami őt mondjuk motiváltan tartaná. Én azt vettem észre az elmúlt időszakokban, hogy aki, aki szakember segítségéhez fordul, sokkal jelentősebb eredményt képes elérni, mert három <coughs> hét alatt elkezdődnek a morfológiai változások. Mm -hmm. Egy-két hét alatt elkezdi érezni azt, hogy változik az erőléte, jobb a közérzete. Mm, igazából könnyebben mennek neki az edzések. Ellenben három hét kell ahhoz, hogy a test is elkezdjen alkalmazkodni hozzá, és onnantól kezd rohamosan változni. Uh -huh. Tehát aki azonnali eredményeket akar, az általában ilyenkor befúcsol, és ő az, aki feladja, viszont aki szakember segítségével már alapból tudatosan felkészült arra, hogy lesznek ilyen holt időszakok ebben az edzéses uh -huh. történetben, ő nekik ez nem okoz problémát, hiszen ők még a mai napig ott vannak. Tehát ha jól értem, akkor ugye itt, itt az egyik fő hangsúly azon van, hogy szakember segítséget kérni. Elf Azért, mert ő már előre, hogy mondjam, tudja prognosztizálni azokat a vélhetően úgyis mindenkinél bekövetkező volt időszakokat, nehézségeket, amin úgy könnyebb átlendülni, hogyha valaki ott van, és azt mondja, hogy nyugodj meg, ezt tudtuk, hogy ez be fog következni, de várt ki azt, ha. Igen, Fent... ez az emberi lélekgyengesége, mindenképpen szükség van arra, hogy valaki támogassa uh -huh. és felkészítse előre ezekre az időszakokra. Na most azt is olvastam, hogy azért, amikor te egy ilyen munkába belefogsz, akkor egy elég alapos feltérképezéssel indítod a dolgot. Tehát, nem csak arról van szó, hogy ki mit hozott, hogy mi van a tarsolyban, és mit kell, mit, kell, változtatni, hanem hogy hova szeretne eljutni. Ezek után történik valami, mondjuk időben, időbeni kalkuláció, nyilván a szándékokat, az erre szánt időt és egyébeket úgy, úgy összevetve, hogy mikorra lehet a, a vágyott testalkatot elérni? Első körben mindig megkérdezem a célokat. Tehát megkérdezem azt, hogy mi az, amit szeretne változtatni, és mi ennek a, az indítatása. Hogyha ezt tudom, akkor felmérem ugye, hogy mi az, amit, amit vele lehet kezdeni, hogy volt -e valami sérülése vagy bármilyen egyéb dolog, amiről tudnom kellene műtétektől kezdve örökletes betegségek vagy bármi egyéb. Hogyha, hogyha minden klappol és, és megfelelő, akkor sem tudunk pontos időpontot mondani neki, maximum közelítő időszakokat, ezért rövid távú célokat tűzünk ki elsősorban ahhoz, hogy a hosszú távúig elérjünk, hiszen a rövid távú sikerek azok, amik tulajdonképpen gördítik ezeket a szálakat előre. Tehát akkor úgy tűnik, hogy akkor azért megvannak azok az apró lépcsőfokok, amin keresztül bondosan, el lehet jutni, bondosan. jutni a célig. Mi a tapasztalatod manapság? Kikből van a több, akik oly módon keresnek rövid célokat, hogy mondjuk egy adott szezonra tényleg a fürdőről szeretnék magukat egyfajta más fizimiskával látni, vagy pedig, vagy pedig alakul már azért azoknak a köre is, akik úgy jönnek le, hogy én most szeretném hátrahagyni azt, amit eddig csináltam, ami persze azt is jelenti, hogy, hogy életmódváltásba fognék. Az, ebben az a legérdekesebb egyébként, hogy az elmúlt időszakban egyre több ilyen emberrel találkozom. Talán ez annak is köszönhető, hogy nemzetközi szinten is, ugye tőlünk nyugatra, tőlünk keletre, egyre felkapottabb ez az egész fitness-jellegű életmód. Um, egészen eddig ez nem volt jellemző, tehát inkább csak ez a fürdőruha szezon, hogy minél jobban nézzünk ki a nyára, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy azt, hogy mi az, amit elértünk, mi az, amit csináltunk. Viszont, uh, sőt, Eddig is volt ilyen, de ők azok, akik mondjuk valamilyen jellegű pofont kaptak az élettől, tehát eszem azt kaptak egy mévénes trombózist, vagy történt velük bármilyen egészségi probléma, ami felvilágosította őket, rá, felébresztette bennük azt a tudatot, hogy valamit kell kezdenek az életükkel. Viszont szerencsére azt veszem észre, hogy mostanában lehet, hogy divat irányzat miatt, Viszont nagyon sokan próbálnak életmódot válteni, és azt gondolom, hogy sikeresen is. Uh -huh. Hát nyilvánvalóan ez is lenne a cél, hogy ez, Igen, ezzel együtt járó összes jótékony változást megéljék, és Igen, ezen Igen. keresztül essenek. Mennyire jellemző az, hogy, hogy szélsőséges esetekkel is találkozol? De hát például, ha valaki valóban túlsúlyos, mondjuk férfi létére különös mondjuk ez egy ilyen, egy ilyen hasi zsírpárna, amit már ugye azt szokták mondani, nem, nem is mondom, amit szoktak mondani, egy szó mint, <laughs> egy szó, mint száz. Tehát van -e olyan, aki aki ebből az állapotból érkezik el hozzád. Tehát van vele valóban dolog, és elsősorban, a, a hogy mondjam, többségében a kudarc kudarcélmény várható. Tehát van-e ilyen, vagy pedig általában azért olyanok érkeznek el egy személyjegyzőhöz, akik azért csak egy picit, picit szeretnének faragni magukon? Um, egy picit kiavítanálak, nincsen kudarcélmény. Nincs kudarcélmény. Nincsen. Bármi elérhető, ha. maximum hosszabb idő alatt. Tehát nagyon sok ember ettől fél pontosan, amit te is mondtál hogy kudarc fogja érni, hogy kinevetik a terembe, hogy kinézik majd onnan. Egyáltalán nem. Sőt, az emberek nagy részének, köztük nekem is, és olyan sportolóknak, akik már valamilyen szinten előrébb vannak azoknál, akik most kezdik el ezt a dolgot, sokkal inkább imponáló, és nekem például egy nagyon jó érzés látnom azt, amikor egy túlsúlyos ember lejön, és, és szakmai segítséggel neki áll edzeni. Hiszen, hiszen ez egy pusztlöket, azoknak az embereknek, akik lent vannak, és mondjuk már kezdi feladni esetlegesen, de ránéz a másikra, akit látja még, hogy nagyon lelkes küzd, meg akarja csinálni, és ő sem adja fel. Tehát tulajdonképpen ez egy közösség, egy közösség, amire nagyon nagy szükség van, hiszen így az emberek mm, sokkal könnyebben elérik a céljaikat, és, és egymást segítve haladnak egy, egy, egyelőre előre. előre. Hát én azt gondolom, hogy ami másik, és nagyon fontos, hogy magad is nagy hangsúlyt tesz rá, ugye, hogy a mozgáson kívül és a személyre szabad edzésprogramon kívül kell a táplálkozást is előtérbe helyezni. Én azt is vallom, hogy a táplálkozás is személyre szabad kell, hogy legyen, mert, mert, mert nincsenek, nyilván nincsenek általános szabályok, ami mindenkire ráhúzható. Azért mondjuk mégis néhány olyan alapelvet, amit amikor te elkezdesz valakivel foglalkozni, előtérbe helyezze, hogy ha eddig ez így volt, na, akkor innentől kezdve így legyen. Én ezt mindig úgy kezdem, hogy megkérdezem tőle, hogy a hogy mi az, amit, amit, a hétköznapokban csinál, hogy milyen a bioritmusa, nagyjából ezt megpróbálom felmérni. Azután leíratok vele három előző napját, konkrétan úgy, hogy nagyjából körvonalban alakulja kör be nekem, hogy mikor mit tevet, mikor hogyan étkezett, mennyit alszik, ezeket mindent tudnom kell. Ezután ezeket kijavítom, és sajnos a mai világban nagyon nagy szükség van egyébként a tápláléki egészítőkre is, ugyanis a mai gyümölcsökből és zöldségekből nem tudjuk bevinni azokat az ásványi azokat a vitaminokat, hiszen mind, mind majdnem kényszer lehet, már, ami nem idén gyümölcs. Úgyhogy szükségesek a, a, a táplálékkiegészítők is, ezért kiegészítem az étrendüket ezekkel a dolgokkal. És nagyon fontos az étkezés. Egyébként mondhatom azt, hogy, hogy 60%-át kiteszi ezeknek a dolgoknak, és nagyon sokan keveset esznek egy nap. Tehát sokan úgy próbálnak meg lefogyni, hogy egyszer vagy kétszer esznek egy nap. Ez, ez a lehető ez legrosszabb Ez téves, ugye? Ez egy, ez egy abszolút téves, téves hit. Ez egy tévhit, hiszen um, így lassul a, a saját anyagcseréjük. Minél többször és minél kisebb adagokat célszerű fogyasztanunk. Ez mert hogy, akkor esetleg aki ezt nem érti, ezt a rendszert, akkor azt is mondjuk el, hogy mert mi fog akkor ez történni? Ez úgy működik, hogy a szervezet egy egy, egy, egy sztrájkba lép abban az esetben, hogy hogyha kevés alkalommal kap, kap tulajdonképpen fogyasztható energiát, amit, amit, amit ételekkel juttatunk be. Um, az agyunk ezt tudja, illetve a belső szerveinknek szüksége van ezekre az energiákra, ezért, hogyha nem kapja meg azt a rendszeres folyamatot, tehát nem érzékeli azt, hogy oké-oké, okay, okay, feladhatom, most a raktárakból kiüríthetem a, 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 az ott lévő zsírokat, illetve a szervezetben lekötött szénhidrátokat, nem fogja odaadni, hiszen, hiszen egy sokban van, mert nem hát tudja hogy mikor fél fogja megkapni újra. a következőt, igen, ezért raktározni fog. Minél többször kisebb adagokban fogyasztunk, ezért a szervezetet hozzá tudjuk azt szoktatni, ahhoz szoktatni, hogy ő, ő tudni fogja azt, hogy nem kell nekem pánikolni, nyugodtan odaadhatom, hiszen úgyis nem sokára meg fogom kapni az újat, és ezért, ezért beindul a fogyás. Az anyagcseré így gyorsul föl. Ez egy, ez egy érdekes dolog, és azt gondolom, hogy talán, talán a táplálkozáshoz való viszonyunkban az elmúlt években szerintem ez az egyik legalapvetőbb változás, nem? ami Amihez, amihez nyilván nehezen szoknak hozzá mindazok, akik igen. a különféle diéták közül keresik az ideálisat, pedig igen, hát igen. nyilván ez egy, ez egy első és alaplévés folyadékfogyasztás, ami megint egy másik sarokköve szerintem a, a táplálkozásnak ezzel. Mit kell Szerintem az emberek 80%-a sokkal kevesebb folyadékot fogyaszt, mint amire valójában szüksége lenne a szervezetének. Igazából a szervezetünknek minimum 70% a vízből áll tulajdonképpen ehhez az, hogy mi naponta fél litert megiszunk, az, az, nagyon kevés. Tehát a biológiai folyamatok, a kémiai folyamatok nem tudnak végbe menni egy dehidratált állapotban. Ezért nagyon fontos az, hogy a folyadékfogyasztásunknak minimum két literre, de sportolók esetében én azt mondom, hogy a négy liter az, az a megcélozandó mennyiség. Mert hogy annyi mindent veszítenek el ugye a sporttevékenység közben. Igen, ez így igaz. Na hát azért kaptunk néhány útmutatást, és ezek szerint egy kis, egy kis löketet arra is, hogy, hogy érdemes legfőképpen szakember segítséget hívni, úgyhogy aki úgy gondolja, hogy most jött az idő, hogy például sönenker Lászlóval elkezdjük a közös munkát, itt a remek alkalom. Köszönöm szépen Én a találtságokat!